A mozgásnak már születéstől fogva nagy szerepe van a fejlődésben. Sok gyerek küzd tanulási zavarral, tanulási nehézséggel. Mozgással ezen is sokat lehet javítani. A tanulásban akadályozottaké, az értelmi sérülteké és a speciális szakiskolásoké volt a pálya a Várkői Ferenc Diáksportcentrumban kedden. A pécsi Éltes Egymiben a testnevelés órákon kívül a gyerekek sportszakkörre is szívesen járnak. Volt ugye futás is, abban voltam első, és volt még távolugrás is, abban ugrottam 3 métert, meg még lesz ugye labdahajítás is, abban nem vagyok a legjobb, de a legjobban nekem a futás megy, atlétikára. Minden kedden ugye van nekünk ilyen atlétika kis sportunk, akkor gyakorolunk, meg pályákat rakunk össze. Igazából én az én osztályomból 3 gyermeket hoztam, ők egészen jól teljesítenek. Eredményekre talán, hát nem tudom, mire számítsunk, úgyhogy meglátjuk inkább, mert nagyobbakkal vannak együtt, és kicsit ők még picik hozzá. Én is új vagyok az iskolában, úgyhogy nekem ez egy teljesen új dolog. Az én osztályomból tudok példát mondani, ott nem volt annyira nehéz összeszedni, őket ismerem képességeikhez mérten, a többi osztály pedig a többi tanára, hogy tudja, ők úgy nevezik őket. Testnevelés órákon meg van külön szakkörök, és akkor is tudnak gyakorolni a gyerekek. A szentlőrinci egymi tanulói is éremesélyesként érkeztek a megyei fordulóra. Nekem a 800 méteres futásom vissza, ugrottam távolt már. Hát úgy éreztem, hogy a vége felé így elfáradtam, mert az ez egy elég fárasztó ilyen futás. De a futás az még fáradtabb lesz. Mert otthon gyakoroltam a hétvégén is rá, meg minden. Otthon a kanyarba futottam, szombaton 5 kört, vasárnap 7 kört. Úgyhogy az eleje felé így lassan megyek még, a vége felé meg teljesen így megnyomom. 14 fővel érkeztünk, nagy örömünkre, hogy végre itt a verseny, és hát nehéz, a felkészülés az 1 hónap alatt ezeket a gyerekeket nehéz fölkészíteni, de nagy örömmel jöttünk, és a gyerekek is nagyon lelkesek voltak. Van egy pár, egy 5-6 aranyéremre számítok. A Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetségének célja, hogy minden fogyatékossági ágban kialakítsa azt a struktúrát, mely lehetővé teszi a diák és szabadidősport tevékenységek minőségi és hatékony szervezését. Az Országos Sportszövetséget a jelenleg is tagszervezetként funkcionáló 19 megyei plusz 1 budapesti szövetség alapította meg, melyekkel mai napig is szimbiózisban működik együtt. A megyei szervezet új elnöke Faludi László lett. Mohácsiak, komlóiak, szentlőrinciek vannak itt, vajszlóiak is ugye a méretükhöz képest azért elég szép számmal jelentek itt meg. A létszám az hát kicsit alatta van annak, mint amire számítottunk. Ennek oka az, hogy olyan iskolai programok jöttek közben, amik pont a mai napon ugye kerültek megrendezésre, vadászati kiállításra utaztak Budapestre, 2 iskola sincs itt emiatt. Tehát ez befolyásolja egy kicsit a létszámunkat. Elhalasztott, ez már 3. dátum, ugye, és lehet, hogy ez is kicsit befolyásolja azt, hogy a suliknak mindig át kellett ütemezni a versenyre való eljövetelüket. Valószínű, ez is kicsit közel játszik abban, hogy kevesebb gyereket tudtak elhozni. Hát a korcsoportok az tulajdonképpen a teljes skála itt van, az annyit jelent, hogy a legkisebb korcsoportoktól, az első-másodikos gyerekektől egészen a 18 évesekig, sőt még a fölötti gyereknek is megnyitottuk a versenyzési lehetőséget. De az persze hozzátartozik, hogy nyilván ők nem indulhatnak majd az országoson, mert ott meghatározott korosztályban lehet csak ugye, tovább jutni. De hogy legalább egy versenyük legyen, ezért itt a megyén mi kicsit rugalmasabban kezeltük a korosztályokat. A győztesek előbb a regionális döntőre, majd a legjobbak az országos fordulóra juthatnak.